Modern szemléltető eszközök, sőt még robotok is vannak a nyíregyházi MTMI élményközpontban. A szaktantermeket 2017-ben alakították ki, annak a 3 éves projektnek a keretében, amely azt célozza, hogy megszerettessék a diákokkal a reál tantárgyakat, ezzel együtt növeljék az ilyen tárgyakból érettségizők, valamint a pályát választó fiatalok számát. 20 megyei iskolával működtek együtt, programokat szervezve a diákjaik számára. Számoltak be róla a projekt és a központ munkatársai 35 perc című műsorunkban. Hogyha a Covid nem akasztott volna meg minket, akkor a kitűzött cél maradéktalanul eléri a projekt, ami a gyerekeket illeti, hogy kicsit közelebb hozzuk hozzájuk a természettudományokat, az informatikai és a matematikai ismereteket. Ezt a célt szerintem a program az eddig megvalósított tevékenységek során elérte. A Covid időszak az senkinek nem jött jól, ezzel nyilván az élményszerűségét is elvesztette a dolog. Programokat természetesen valósítottunk meg, de az már azt gondolom egy kicsit, tehát ebben van nekem hiányérzetem. Személyes foglalkozásokat a járvány idején ugyanis jellemzően nem tarthattak, de a nyári táborokat tavaly meg tudták valósítani. Természettudományos vándorkiállítást vittek iskolákba, valamint online tanulmányi versenyeket is szerveztek. Nagy szerepet kaptak az élménypedagógiai módszerek. A fizikához kapcsolódó foglalkozások során például különféle problémákat oldottak meg a tanulók versenyezve egymással. Voltak olyan foglalkozások, ez egy külön másik teremben volt, rengeteg alapanyag, eszköz, fúrógép, csavarhúzótól kezdve minden rendelkezésre állt, és akkor meg volt adva egy ötlet, egy téma, hogy építsünk mondjuk egy vízrakétát. És akkor gyakorlatilag meg voltak adva az eszközök, én adtam egy ilyen iránymutatást, és akkor a tanulóknak el kellett végezni, vagy el kellett készíteni azt az eszközt. Ugye nyilván azért mégiscsak ugye a háttérbe kell azért őket irányítgatni, hogy mégis az hogy csinálj, hogy próbáld így, na ha így nem működik, akkor mégis milyen ötleted van. Vagy akár egy övegesféle elektroszkópot is konzervdobozból, alufóliából, vezetékekből olyan szépen elkészítették a tanulók. Mind a diákok, mind a pedagógusok és a szülők jól fogadták a programokat. A 3 év során mintegy 8000 tanuló vett részt a centrum foglalkozásain, amelyek ugyan kapcsolódtak egymáshoz, de önállóan is megállták a helyüket. A programok a hátrányok leküzdésében, csökkentésében és az iskolák segítségére voltak. A természettudományos és a műszaki ismeretek, legyünk őszintén, nem feltétlenül a kedvencei a diákoknak, és azt is megállapíthatjuk, hogy a természettudományos ismeretek átadása egy köznevelési intézményben nem feltétlenül mindig élményszerű, hiszen egy tankönyvből tanulmányozunk a természet törvényeit, vagy a fizika törvényeit, és egy élményközpont pont ezt a hátrányt próbálja leküzdeni azzal, hogy kézzelfoghatóvá, élményszerűvé teszi az oktatást. Arról nem is beszélve, hogy az élményközpontnak egy nagyon modern eszközparkja van, és a esetleg egy hátrányosabb helyzetű térségből vagy egy iskolából származó diáknak lehetősége nyílik olyan eszközök használatára is, amely esetleg az iskolának nem áll rendelkezésére. A projekt ugyan április végén lezárul, a fenntartási időszakban a központ szolgáltatóként tovább segíteni a természettudományos tárgyak oktatását. Nyitottak maradnak például tanulmányi versenyek szervezésére.